Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Technológiai fejlesztés, bérek, anyagi támogatásra pályázhatnak a vállalkozások. Lélegeztetőgép a repülőgyárból, pécsi fejlesztés a járvány elleni védekezésben. Szülői segítség, többféle eszközhasználat, a digitális oktatás hazai tapasztalatai. Éledezik a Balaton, a belföldi turizmusban bíznak a tóparti vendéglátók. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kiépítése, infrastruktúrális bővítések. Többek között ilyen lehetőségekre is pályázhatnak mikrokis és középvállalkozások. Országosan 50 milliárd forintnyi visszatérítendő támogatás áll rendelkezésre, mely a gazdaságvédelmi akcióterv része. 50 milliárd forintra pályázhatnak mikro, kis és középvállalkozások, jelentette be Rákosi Balázs, Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár. Ez a támogatás a gazdaságvédelmi akcióterv része. A program kialakításában a pécsi, baranyai vállalkozások is szerepet játszottak. A helyi iparkamara ugyanis több céggel is egyeztetett, mely alapján szakmai javaslatot állítottak össze. Ezek közül számos részlet be is került a pályázatba, tudtuk meg az iparkamara pályázati vezetőjétől. Sörös Dávid elmondta, május 29-től lehet pályázni új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek kialakítására. A vállalkozások 5 és 153,5 millió forint között igényelhetnek támogatást, melynek maximális mértéke az elszámolható költség 70%-a. Ehhez azonban több feltételt is teljesíteni kell. Legalább egy lezárt üzletével rendelkezzen a pályázó, és 2020 április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő legyen a statisztikai, átlagos statisztikai állományi létszáma. A pályázat ideje alatt 90%-os munkaerő megtartási kötelezettség áll fenn neki, ezt 18 hónapig kell tartani plusz egy évig. A munkaerő megtartási kötelezettség a teljes állományi létszámra vonatkozik. Most azonban arra is lehet pályázni, hogy a csökkentett számban dolgozó munkavállalók bérét kifizessék. Eszerint 9 főig dolgozónként 1,5 millió forint, a 10. főtől a 49. főig 1 millió, az 50. főtől a 249. főig pedig 500 000 forint támogatást lehet igényelni. Mint a Baranya megyei Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatójától megtudtuk, vidéken, azaz Pest megyén kívül 33,3 milliárd forintos GINOP forrás áll rendelkezésre. Pol Marietta elmondta, a központ minden érdeklődő vállalkozónak nyújt segítséget. A Vállalkozói Központ kollégiái szívesen állnak rendelkezésre, bármilyen kérdésük, kérésük van. Először fognak kapni tőlünk egy igényfelmérő lapot, azon keresztül felmérjük az adott vállalkozásnak a fejlesztési elképzeléseit, igényeit, és ezután már speciálisan az az adott szakterületnek a kollégája fogja őt keresni, aki ezzel foglalkozik. A felhívás újszerű, hiszen feltételesen visszatérítendő támogatásról van szó. Ez azt jelenti, hogy a program lejárta után a pályázó teljesítményét összevetik a beadáskori állapottal. Ennek alapján állapítják meg, mekkora arányban kell visszafizetni a pályázatban elnyert összeget. A számításoktól függ tehát, hogy a pályázó részleges vagy akár teljes felmentést kaphat az előzetesen kiutalt támogatás visszafizetése alól. 100 új munkahelyet hoz Komlóra az a magyar családi cég, amelyik most kezdett üzemépítésbe a baranyai városban. Az önkormányzat kedvezményes telekvásárlással segíti a 3 milliárdos beruházás megvalósítását. Komlón a munkanélküliségi ráta a hazai átlag fölött van, ezért kell a polgármester szerint minden kedvezményt megadni a betelepülő vállalkozásoknak. Ez adnak a baranyai családi cégnek a honlapja, amelyik most kezd üzemépítésbe Komlón. Ezek a beruházás látványtervei, amit csütörtökön mutattak be a helyszínen. Bádogos ipari termékeket fogunk gyártani, nagy szériás termékeket, illetve gépalkatrészeket különböző atomerőművek, illetve olyan olajipari cégeknek, ahol nagyon le kell figyelni hozzáadott értéknek a minőségi szintjére. Illetve ezen kívül szeretnénk egy kutatásfejlesztési intézetet is létrehozni, ahol a térségben lévő erőkből olyan termékeket alkotni meg, illetve olyan termékeket gyártani, ami akár egy ilyen válságos időszakban is ugye jövőképet biztosít. A 3 milliárdos beruházás jövő év végére készül el. A komlói önkormányzat telket adott az üzem megépítéséhez, és vállalta, hogy kiépíti a közműveket, az utat a területen. Cserébe munkalehetőséget biztosít a betelepülő acélipari cég a térségben élőknek.
100 munkahelyet fog teremteni. Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata, hogy a munkahelyteremtés segítse. A vállalkozó tud munkahelyet teremteni. Ennek érdekében az önkormányzat ezt a telket teljes infrastruktúrális ellátottság biztosításával 125 forint per négyzetméterért értékesítette, mondhatjuk tényleg egy jelképes összegért. Komlón a munkanélküliségi ráta az országos átlag felett van. Ezért fontos a polgármester szerint, hogy segítsenek minden olyan vállalkozásnak, amelyik munkahelyeket hoz a baranyai városba. Mérnöki leleményesség, olcsóság, gyorsaság, valamint segítő szándék. Röviden ezek azok az alapvető hozzávalók, ami a pécsi lélegeztetőgép megszületéséhez kellett. A fejlesztők néhány hét alatt állították össze az emberéletek megmentésében fontos szerepet játszó eszközt, amihez könnyen beszerezhető alkatrészeket használtak fel. A gép elsősorban az elmaradottabb országokban segíthet a koronavírus miatt gépi lélegeztetésre szoruló betegeknek. Így működik a Pécsen kifejlesztett lélegeztetőgép, amit 6 hét alatt raktak össze egy repülőgépgyártással foglalkozó üzemben. A cél az volt, hogy rövid idő alatt olcsó, jól működő készülék szülessen. A gép kereskedelmi forgalomban is kapható egyszerű alkatrészekből épül fel. Szem előtt tartottuk az egyszerűséget és a robusztusságot. 3D nyomtatott szerkezet adja a gépnek a pumpavázát. A gépünk az mechanikai elven állít elő túlnyomást, és ezt egy szelep, illetve csővezetékrendszeren keresztül juttatja el a beteg tüdejébe. Ezen az egyenirányító szelepen szívja be vagy a környezeti levegőt, vagy a tetszőleges összetételű orvosi gázelegyet. A vezérlőegység segítségével a beteg egyéni igényeinek megfelelően lehet beállítani a lélegeztetést, mondja a fejlesztő mérnök. Jelenleg az engedélyeztetési klinikai kipróbálási időszakban vannak, ami még 1-2 hetet vesz igénybe. Ezután kezdődhet a gyártás és a készülékek kiszállítása a kórházakba. A fejlett, jól felszerelt, modern európai egészségügyben nem biztos, hogy hosszú távon a mi gépünk lesz a megoldás. Ez inkább komoly veszélyhelyzet, válsághelyzet esetén tud életben maradást biztosítani a betegeknek, de igen, vannak a lehetőségünk adott ahhoz, hogy a gyártósor itt fölépüljön, hogy összeálljon hozzá, és itt történjen neki az összeszerelése, gyártása az eszköznek. A lélegeztetőgép nagy segítség lehet például a kevésbé fejlett országokban, ahol rosszabb ellátás van, de hiányzó eszköz pótlására is alkalmas akár hazai intézetekben. Egy gép egy beteget lát el, ára pedig az alkalmazott alkatrészeknek köszönhetően 1 millió forint alatt van, szemben a nagy egészségügyi műszergyártók több 10 milliós termékeivel. Gőzerővel zajlik a felkészülés a megújuló szakképzési rendszerre, a szeptemberben induló technikumi képzésekre és az új tanévre a Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédi István Szakképzőiskolájában. Még lehet jelentkezni az iskolába, ahol továbbra is a kereskedelem köré épülnek az ösztöndíjak, piacképes tudást, szakmai gyakorlatot és továbbtanulási lehetőséget is biztosító képzések. Akciókat hirdet az egyik népszerű ruhákat árusító weboldal. Minden héten vannak ilyen kedvezmények, amiket e-mailben is kiküldenek az oldalon rendszeresen vásárlóknak. Kevesen gondolnak bele, mekkora munka és milyen szakértelem szükséges ehhez, csak úgy, mint az eladói szakmához. Többek között ezt sajátítják majd el a kereskedelmi és webáruházi technikusok a Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédi István Szakképző Iskolájában ősztől. Ebben az iskolában is csak úgy, mint a többiben, teljesen átalakul a szakképzés, és a képzési paletta is kibővül. Az igazgatónő azt mondja, továbbra is a kereskedelem köré épülnek az ösztöndíjat, piacképes tudást, szakmai gyakorlatot és továbbtanulási lehetőséget is biztosító képzések, de lesznek újdonságok is. Tolna megyében egyedül ebben az intézményben képeznek majd ősztől idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikusokat. Az iskolában az új szakok mellett megmaradnak a népszerű szakmai képzések, így például a közgazdasági ágazati képzés is csak kibővült formában. A gazdálkodás menedzsment ágazatban hirdettünk meg szakirányt és képzést. A vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzésre volt nagyszámú igény a tanulók részéről, és tudjuk őket majd fogadni szeptembertől.
A mostani időszakban az egyik legnépszerűbb logisztika szállítmányozás ágazat szintén ebben a tanévben is a népszerű választott ágazathoz tartozott. A technikumi osztályokban az első két évben ágazati alapozó oktatás történik majd, ami a 10. évfolyam végén egy ágazati alapvizsgával záródik. Akik ezután úgy döntenek, hogy nem akarnak többet tanulni, választhatják a duális képzést, és kimehetnek a cégekhez gyakorlatot szerezni. Tulajdonképpen egy sikeres alapvizsga után fogja majd a tanuló eldönteni, hogy melyik szakképesítést fogja választani az ágazaton belül. Akkor fog majd igazából a szakmai felkészítés elindulni, tehát a 11. évfolyamtól kezdődő 3 év lesz majd a legfontosabb a szakmai képzést illetően. A Bezeréti István szakképző iskolában jelenleg gőzerővel zajlik a felkészülés a megújuló szakképzési rendszerre. A tanári gárda a következő hetekben állítja össze szakmai programjaikat az új képzési kimeneteli követelmények alapján. Azt ígérik, szeptemberre megfelelő képzési programokkal és a kialakított helyi tantervi irányokkal tudják kezdeni az új tanévet. Újabb enyhítések léptek életbe Magyarországon, vidéken a vendéglátóhelyek már a belső tereket is megnyithatják, valamint látogathatók a játszóterek és a szállodák is fogadhatnak vendégeket. A koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések további enyhítését jelentette be a megyékre nézve a miniszterelnökséget vezető miniszter május 14-én. Gulyás Gergely online sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a 1,5 méteres védőtávolságra és az arc eltakarására vonatkozó szabályokat fenntartják az egész országban. A megyékben ezen rendelkezés betartása mellett azonban tovább enyhítettek a korlátozásokon. Üzletek belső zárt részében, így különösen étteremben, kávézóban, cukrászdában, büfében és presszóban a tartózkodás immáron megengedett. Itt is mindenkit kérünk a maszkviselés betartására, az ott dolgozók kötelesek maszkot viselni, és a védőtávolság betartása is kötelező. Ezt a pécsi éttermet már a teraszok megnyitásakor is többen látogatták. A tulajdonos stábunknak elmondta, továbbra is viselnek szájmaszkot, illetve kesztyűt a dolgozók, valamint a 1,5 méteres védőtávolságot is betartják. Misata Zoltán kiemelte, a vendéglátóhely benti és kinti részén is kiemelten ügyelnek a higiéniára, bár a jó idő beköszöntével inkább a teraszok bizonyulnak népszerűnek a vendégek körében. A belvárosban is ugye azért a terasz ilyenkor azért a húzóerő, és amikor jó idő van, akkor azért a teraszon foglalnak helyet a vendégek, illetve a teraszon étkeznek vagy isznak. Úgyhogy jelen pillanatban egyelőre az éttermet nem is használják ki, amíg jó idő van, addig azt gondolom, hogy elegendő a teraszos rész is. Az enyhítések közé tartozik még, hogy vidéken június 1-től megrendezhetők lesznek az esküvők maximum 200 főig. A pécsi helyszíneket is érintő változásokról tájékoztatta stábunkat a Zsök NKFT kommunikációs munkatársa. Halász Kinga elmondta, a Zsolnai negyed népszerű kültéri esküvő helyszínei a naptári nyár első napjától várja a házasolandókat és a vendégeket, azonban a beltéri szertartások alkalmával még szigorú szabályokat alkalmaznak. Mindenhol szükséges a maszk viselése és a 1,5 méteres távolságtartás, illetve a Boldogság házában még jelen pillanatban 30 fős limit van érvényben, úgyhogy ennyien vehetnek részt. Viszont az jó hír, hogy ott elérhető ezen a helyszínen egy ilyen online esküvői streaming szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy az otthon maradt vendégek online ingyenesen élőben követhetik a szertartást. Az új szabályok bevezetésére azért volt lehetőség, mert az adatok szerint az elmúlt napokban csökkent a halálesetek, a megbetegedések és az aktív fertőzések száma. A május 18-ai adatok szerint jelenleg 1673 az aktív fertőzöttek száma, 1400-an már meggyógyultak és 462-en hunytak el. Éledezik a Balaton környéke, a vendéglátó helyek felkészültek a szezonra, hogy milyen lesz a nyári forgalom, azt még megjósolni sem lehet, de abban bíznak, hogy a megnövekvő belföldi turizmus segíti majd az ágazatot. A szobákat takarítják, az ágyakat teszik rendbe ezen a Balatonlellei szálláshelyen. A korlátozások enyhítése révén hétfőtől már érkezhetnek ide is a vendégek. Májusban még főként a hétvégékre foglalnak inkább szobát, de mint az ügyvezető elmondta, már megkezdődtek a nyári és az őszi foglalások is. 2 hónap után végre egy picit elkezdett pezsegni az élet, jönnek a foglalások, érdeklődnek a vendégek. Hétfőtől mi sok szeretettel várunk mindenkit, aki egy kicsit szeretne üdülni, jönni a Balatonhoz. Kiemelt figyelmet fordítunk a higiéniára, beszereztünk olyan gépeket, amik minden vendégtávozása után tudják a szobát fertőtleníteni.
hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél biztonságosabb körülményeket tudjunk az itt tartózkodóknak biztosítani. Csülkös pacal, petrezselymes burgonyával, káposztasalátával. Várták már a vendégeket ebben a balatonföldvári csártában is. Itt is több óvintézkedést vezettek be. Fertőtlenítőszereket helyeztek el a teraszon, s fertőtlenítik például az étlapokat, a székeket és a só- és borszórókat is. A felszolgálók pedig maszkban dolgoznak. A tulajdonos úgy véli, az emberek most még elővigyázatosabbak, de a nyár második felére nőhet a forgalom a Balatonnál. Úgy gondolom, hogy a május-június még óvatos lesz, és július-augusztusban is. Ugyan az óvintézkedésekre meg mindenre oda kell figyelni, mert azért ez velünk fog élni egy darabig. Nem véletlenül maradtak ennyien otthon, megtartották be a szabályokat, és tudtuk tartani ilyen szinten ezt a dolgot. Balatonbogláron a távolságtartásra figyelve megteltek a part közeli éttermek, kávézók teraszai szombaton. A vendégek örültek, hogy a több heti bezártság után kimozdulhattak. Elsősorban a gyerekek számára jelent ez egy nagy változást. A játszóterek le voltak zárva nagyon sokáig, és ez nagyon megnehezítette itt a családi életet. Úgyhogy most, hogy már a játszóterek sincsenek lezárva, sőt a Balatonpart sem, így a gyerekek, illetőleg a család is sokkal kellemesebben el tudjuk tölteni a szabadidőt. Könnyebben telnek a napok még így, hogy a gyerekek hobbi nélkül ugye itthon vannak. Egy közelmúltban megjelent kormányrendelet értelmében szeptemberig mentesítik a vendéglátóegységeket a közterület használati díj alól. Vagyis az éttermeknek, kávézóknak, cukrászdáknak, büféknek nem kell fizetniük a terasz után az önkormányzatoknak, akiknek máshonnét kell majd pótolni a kieső forrást. A piac után a vásár is kinyithat, Szekszárdon jelentette be Ács Rezső, a város polgármestere. A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében lezárt területet május 24-től újra birtokukba vehetik az árusok és a vevők. Ráadásul nem alakította ki külön idősávot a 65 éven felülieknek, így bármikor ki lehet menni. Az üzemeltető figyel majd arra, hogy ne alakuljon ki tömeg. Május 9-én nyitotta meg kapuit a szekszárdi piac, rengetegen kilátogattak a Szekszárd központjában álló piactérre, és mindenki betartotta a szabályokat. Sem a védőfelszerelésekkel, sem a védőtávolsággal nem volt probléma. Ács Rezső Szekszárd polgármestere bejelentette, május 24-én vasárnap pedig a vásártér nyithat ki a piacon érvényben lévő szabályoktól eltérő módon. Bár maszkot és kesztyűt itt is kötelező viselniük az árusoknak, és a vevőknek is el kell takarniuk a szájukat, orrukat, és kezüket nekik is le kell fertőtleníteniük a bejáratnál, vásárlási idősávot nem jelöltek ki az idősek számára. Itt a vásárban ennek jelentősége nincsen, nem is tudnánk betartani, úgyhogy a délelőtti nyitás folyamán tulajdonképpen mindenki bármikor bemehet. Egyre figyelünk az üzemeltetőnek, különösen felhívtam figyelmét, arra figyeljen, hogy egyszerre túl nagy tömeg ne legyen bent. A polgármester beszélt arról, hogy a szekszárdi strandot legkésőbb július 1-én kinyitják, addig a karbantartási munkálatoknak be kell fejeződniük. A városvezető úgy fogalmazott, azon ráér később vitatkozni, hogy kinek a felelőssége, hogy ez eddig nem történt meg. Az elmúlt két hónapban a sportközpontnak a vezetése semmit nem tett annak érdekében, hogy a karbantartás, javítás, illetve beruházások elinduljanak, és meg tudjuk nyitni a úszoda. Ezért látogattam ki, és azt a döntést hoztam, hogy ezeket el kell végezni, ezeket a javításokat. Az új szekszárdi úszoda pedig az őszre elkészülhet, tette hozzá a polgármester. Eközben zajlanak Szekszárd különböző pontjain az úgynevezett sarokkoncertek, hogy azok is tudják élvezni a zenés produkciókat, akik kénytelenek otthon lenni. A szekszárdi polgármesteri hivatal várja a helyiek javaslatait, hogy legközelebb hol tartsák meg a következő zenés rendezvényeket. A világjárvány tüntették fel indokként, de valójában politikai tisztogatásról van szó, mondta Pécs egyik önkormányzati képviselője arról, hogy elbocsátottak egy dolgozót a Zsolnai negyedből a koronavírus okozta gazdasági visszaesés miatt. Barkóczi Csaba szerint ennél többről van szó, az elküldött fiatalember ugyanis korábban a Pécsi Fidelitas tagja volt, az ügyben a pécsi városvezetés nem kívánt nyilatkozni.
világjárvány miatt kialakult gazdasági helyzet. Egy szerződésből kifotózott indoklást mutat stábunknak Pécs egyik önkormányzati képviselője. Barkóczi Csaba arról tájékoztatott, hogy olyan pécsiek félnek az elbocsátástól, akik a kulturális és szociális szférában dolgoznak. A politikus úgy fogalmazott, a feltételezések beigazolódni látszanak, ugyanis úgy tudja, a csütörtökön a Zsolnai negyed egyik munkatársát már el is küldték. Az ő szerződéséből idézte az iménti indoklást. Ez egy inkorrekt lépés volt, ami egyben politikai tisztogatás is, véli Barkóczi Csaba. Hiszen az említett fiatalember korábban a Fidesz ifjúsági társszervezeténél a Fidelitásban tevékenykedett, és azt gondoljuk, hogy abszolút nem korrekt az, hogy most a járványhelyzetre való hivatkozással vele kezdik a cégnél a dolgozók eltávolítását. Úgy tudjuk egyébként, hogy másokkal is beszéltek már, hogy távoznának a cégtől. Ezeknek a körülményeiről azonban még nem tudunk semmit, hogy mikor lesznek aktuálisak, vagy hogy ezek milyen feltételek mentén fognak zajlani. Ezekről a kérdésekről elsőként Pécs polgármesterével szeretne egyeztetni a képviselő. Az ügyben televíziónk is megkereste a városvezetést. Szerettük volna megtudni, igaz-e a felmondások híre, illetve hogy valóban a Barkóczi Csaba által említett indokkal küldték-e el a Zsolnai negyedben dolgozó fiatalembert. A témában nem kívánnak nyilatkozni a döntéshozók, ezt a választ kaptuk a Városházától. Több hónapos leállás után újra lehet autóvezetést tanulni. Május 6-ától újraindult a közlekedési vizsgaszervezés, vidéken a járványvédelmi intézkedések megtartása mellett a gyakorlati oktatás is. Az oktatók és a tanulók is nagyon vártak erre a pillanatra. Az autós iskolák és az ott vállalkozóként oktatók azt mondják, hatalmas veszteségeik vannak, és sérelmezik, hogy eddig kimaradtak az adókönnyítésekből. Lassan, precízen tolat ki Kövecses László a parkolóból. Sokszor el kell gyakorolni ezt a mozdulatsort, hiszen ez az egyik feladat a forgalmi vizsgán. Azt mondja, már hónapok óta arra vár, hogy újrainduljon az oktatás, megvan minden vizsgája, a járvány miatt nem tudta elkezdeni a vezetést. 12. óra, és hát örülök neki, hogy elkezdődött megint, már ez a leállás, ez nem hiányzott nagyon. Csak ez a maszk meg a kesztyű, ez nehézkes egy kicsit a vezetésben. Szigorú egészségügyi útmutatások mellett folytatódik a gyakorlati oktatás és a vizsgáztatás május 6-ától, erősíti meg az autós iskola vezetője. Maszkot és gumikesztyűt az oktatónak és a tanulónak is kötelező viselniük. Továbbá a diáknak nyilatkoznia kell írásban arról, hogy nem volt a közelmúltban beteg. Az autós iskola vezetője azt mondja, március 18-a óta senki sem szerezhetett jogosítványt, hiába végezte el korábban online az elméleti képzést. Akkor döntött ugyanis úgy a kormány, hogy a koronavírus járvány miatt nem lehet ezeket a tanfolyamokat és a vizsgákat sem megtartani. Körülbelül 40 tanuló van, akivel újra tudtunk kezdeni. Mindenki azonnal jelentkezett? Hát már azonnal, abban a pillanatban, hogy május 5-én délután megjelent a kormány honlapján az, hogy lehet újra dolgozni. Este 6 órakor már jöttek a telefonok, hogy na mikor kezdtek, de hát úgy voltunk vele, hogy még ezt a két hetet várjuk. Tehát a mai nappal kezdtünk dolgozni. Kicsit rátartottunk. Nagyon sok kollega ma júniusra kezdi csak újra az egészet. Hatalmas veszteségeket kénytelenek elkönyvelni az autós iskolák, különösen azok, amelyek még az elméleti képzések online megszervezését sem tudták megoldani, mivel az oktatás márciusi leállítása óta gyakorlatilag nincs bevételük, költségeik viszont annál inkább. Az oktatók egy része ráadásul vállalkozóként dolgozik, ám az adókönnyítésekből eddig kimaradtak. Az érdekképviselet próbálkozott a kormánynál, hogy kapjuk ezeket a kedvezményeket, nem kaptuk meg a kedvezményeket. Innentől kezdve fizettük a járulékokat, fizettük a tanpályabérletet, tehát mindent fizetnünk kellett, bevételünk meg senkinek nem volt. Tehát nem csak az autós iskolákra érthető ez, hanem az oktatókra, akik nálunk is dolgoznak, vagy bárhol máshol. A Magyar Autós Iskolák Szövetsége arra kérte a kormányt, hogy a gazdasági mentőcsomag taxisokra vonatkozó jogosultságai terjesszék ki az autós iskolák oktatóira is. Közülük ugyanis sokan vállalkozók. Erre azonban eddig nem került sor. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára is ellátogatott a Kozár-Misnyei Általános Iskolába, ahol az intézmény bővítése folyik. Összesen 700 millió forintot szánnak a munkálatokra, mivel folyamatosan nő a kisiskolások száma a Baranyai városban és vonzás körzetében. Iskola bejárása érkezett az államtitkár Kozár-Misnyeibe szerdán. A helyi iskolába látogatott el, amely pályázati pénzből bővül. A Janikovszki Éva Általános Iskola elnyert egy olyan EFOP-os pályázatot, amelynek a nagy része természetesen uniós támogatás, a másik részét az állam hazai költségvetésből teszi hozzá. Ez a pályázat 700 millió forintból valósul meg, és
Tulajdonképpen a legfőbb oka a támogatásnak az volt, hogy az elmúlt 10 évben több mint megháromszorozódott az idejáró gyermekek létszáma, és egész egyszerűen hál' Istennek kinőtték az iskolát. Az összeg kezdetben kevesebb volt, de az építőipari árak megugrása miatt időközben plusz forrást igényeltek. Mintegy 200 millió forintos ráemelési igényünk volt a korábbi közel 500 milliárdos elnyert pályázatra, és ezt kellett nagyon komolyan menedzselni éveken keresztül, hogy a szakértői alátámasztása meglegyen annak az érvnek, hogy itt ez nem építhető meg 500 millió forintból ez a bővítés már, mert az építőipari árak olyan mértékben szaladtak el. Végül sikerült megállapodni, és az eredeti műszaki tartalommal készülhet el az intézmény bővítése. Ebben a fejlesztésben meg tud valósulni a belső tereinknek az átépítése is, hiszen olyan feladatok, mint az gyerekétkeztetés, vagy a gyógypedagógiai ellátás, iskolapszichológiai ellátás, nyelvoktatás, német nemzetiségi nyelvoktatóként különböző tereket kell kialakítanunk, illetve azok a szaktantermek, amelyek a mostani oktatáshoz feltételként vannak megszabva, ezek fognak megépülni, átépülni. Egy új és nagyobb ebédlőt is kialakítanak, a belső terek nyár végéig elkészülnek, hogy meg tudják kezdeni a tanévet. A külső terek építése jövő év márciusában fejeződik be. Jelenleg 614 gyerek jár a Kozár Mislenyi Janikovszki Éva általános iskolába, de ez a létszám jövőre nőni fog a beiratkozók számával. A megkérdezett családok felénél a gyerekek kis segítséggel boldogulnak a digitális oktatásban. 14% teljes mértékben önállóan tanul, ugyanakkor több mint egyharmaduk komoly szülői figyelmet és segítséget igényel, derült ki egy hazai cég felméréséből. Ami nehézséget okoz, hogy osztályon belül is eltérő digitális megoldásokat használhatnak a tanárok, ugyanakkor a döntő többség követhetőnek tartja a pedagógusok elvárásait, és elégedett a gyerekek tanulmányi előrehaladásával. Az online oktatásnak vannak hátrányai és előnyei is, így összegezte a pécsi pedagógus az elmúlt hetek tapasztalatait. Hátrány például, hogy az eszközellátottság nem megoldott. Nekem középosztálybeli szülők is elmondták, hogy főleg ahol több gyerek van, ott még az ilyen jobban szituált családoknál is probléma az, hogy például a gyereknek legyen saját laptopja, miközben apa és anya is dolgozik ilyen eszközön, illetve hogy egyáltalán el tudja érni magát a digitális oktatást és azokat a felületeket, ahol ez folyik. Viszont jobban megismerték a tanulókat a pedagógusok, hiszen napi kapcsolatban voltak velük, így olyanokról is többet tudtak meg, akik az iskolákban nagyon visszahúzódóak. Azok a gyerekek, akik bizonyos vegzálásnak voltak kitéve, vagy éppen visszafogottak voltak az osztályteremben, nem szerettek mások előtt szerepelni, őnekik kicsit jobban kinyílt így a világ, és jobban megmertek nagyon sokan közülük nyilvánulni. Tehát ilyen értelemben is egy kicsit más, hogy látjuk őket. Egy cég közben felmérte, milyen áldozatot jelent például a szülőknek a digitális oktatás. Kiderült, hogy minden negyedik szülő napi 2 órát tanul együtt a gyerekével. A pedagógusok pedig sokféle digitális alkalmazást használnak. Több mint 10 olyan támogatást számolt, vagy alkalmazást számoltunk össze, amit használnak a pedagógusok a távoktatás során, és ami a legszomorúbb ebben, hogy adott esetben előfordult, hogy egy osztályban egy pedagógus 2 vagy 3 féle eszközt is használta most futó eszközök közül, amit teljesen lehetetlenné tette mondjuk például az oktatásnak a hatékonyságát. A fiatalabb pedagógusok gyorsabban tértek át a digitális oktatásra, és ők hatékonyabban használták ezeket az eszközöket. Ezt pedig a szülők is láthatták, így számukra is kiderült, mennyire hatékony egy-egy tanár, mondja a szakember. A digitális oktatás pozitív hatásait meg kell tartani, mind a pedagógusok, mind a felmérést végző cég szerint is. Azonban a hatékonyságon javítani kell. A megfelelő eszközök kiválasztása és a magas szintű alkalmazása elvárás kell, hogy legyen az oktatók részéről. Hétfő óta minden kaposvári óvoda ügyeleti rendszerben működik, csoportonként 4-5 gyereket lehet foglalkoztatni, és a higiéniás szabályokat még jobban be kell tartani. A Bajcsi Zsilinszky utcai központi óvodában játszanak a kicsik délelőtt. Hétfőtől ebben az intézményben is ügyeletet tartanak. Csak azokat a kisgyerekeket tudjuk fogadni,
ahol mind a két szülő munkáltatói igazolást hoz arról, hogy dolgozik, illetve egyedülálló esetében természetesen az egy szülő, illetve nyilatkozni kell a szülőnek arról, hogy a kisgyermek nem fertőző beteg és gyermekközösségbe hozható. Az intézmény vezetője azt mondja, nagyon nagy igény lenne a szülők részéről arra, hogy ismét óvodába vihessék a gyerekeket, jelenleg azonban mérlegelni kell, hogy melyik családtól tudják fogadni a kicsiket. Mindegyik óvodánk ügyeleti rendszerben működik, eddig a 4 óvodánkból 1 volt ügyeletes, a szülők nyilván nagyon várták, hogy több gyerek jöhessen óvodába, hiszen elfogytak már a szabadságok. Nekünk az igényeket kellett a lehetőségekhez hangolni, ami tulajdonképpen nem volt könnyű feladat eddig sem. Az új nyitással új szabályokat is ki kellett alakítani. A gyerekek például többet mosnak kezet és kézfertőtlenítőt is használnak, de a csoport létszámot is korlátozni kellett. Egy-egy csoportban maximum 5 gyereket tudunk fogadni egyelőre. Lassan be fognak telni ezek a csoportlétszámok, úgyhogy mi várjuk majd a kormányrendelet módosítását, és gondolom a szülők is várják. Ez már a Balatonföldvári Mesevár óvoda. Itt is odafigyelnek arra, hogy minél többet tartózkodjanak a gyerekek a levegőn. Az intézményben jelenleg 20 kicsiről gondoskodnak. Többen igényelték az óvodai felügyeletet, ezt próbáljuk most megoldani a mindennapokban. 5 fő per csoport, melyet fogadni tudunk gyereklétszámban. Reméljük, hogy tudjuk tartani, bár nem sokáig, hiszen a szülők igénye most már elég nagy az óvodát illetően. Az óvodavezetők és a szülők is azt remélik, hogy hamarosan ugyanúgy járhatnak majd a gyerekek az óviba, mint a vírus előtt. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. A MetMarkest megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszon perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadhálók gondoskodnak. MetMark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electroid Kft. Minden, ami villanyszerelés. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátralevő részében. Továbbra sem találják a pécsi bankrablót, videófelvételt tett közzé a rendőrség. Több a hajléktalan Szekszárdon és gyakori a rendbontás, a polgármester munkacsoportot hozott létre a helyzet kezelésére. Kullany szezon, egyre többen kérnek védőoltást a vérszívók által terjesztett betegségek ellen. Otthon legényesnek Somogyban, videókon mutatkozik be a Somogy Tánc Együttes.
Higgadt, nyugodt, intelligens férfi a pécsi bankrabló, ez derült ki az eddigi nyomozás adataiból, azonban azt még nem tudják, hogy hol lehet az elkövető. A rendőrség most a pénzintézet belső kamerájának felvételét tette közzé. Azt kérik, hogy aki bármit tud a rablóról, jelentkezzen a rendőrség elérhetőségein. Ezt a videót tette közzé a pécsi bankrablóról a rendőrség hétfőn. A férfi május 12-én kedden délután 3:30 körül ment be fegyverrel a Komlói úti pénzintézetbe, hogy egy zsákmányhoz jusson. A mai napig nem találják az elkövetőt, ezért hozták nyilvánosságra a belső kamera felvételeit. Egyértelműen egy férfit keresünk, aki körülbelül 175 cm magas, középkorú, erősebb testalkatú, és körülbelül 42-43-as cipőt hord. A férfi a rabláskor feltehetően több réteg ruhát viselt magán. A rablást követően a felsőjét valószínűleg levette, alatta pedig sötét színű ruházat volt. A rabláskor egy sötét színű műanyag keretes szemüveg is volt rajta, illetve egy szürke színű kisebb méretű hátizsák volt nála. A beszerzett adatok alapján feltételezhető, hogy a férfi egy nyugodt, higgadt temperamentumú, kommunikatív, intelligens ember lehet. Aki jó helyismerettel rendelkezik. A rendőrség vizsgálja annak a lehetőségét is, hogy a férfi esetleg súlyos betegségben szenvedhet, amely azonban mozgásában nem akadályozza. Azt azonban biztosan tudják, hogy a rablást megelőzően délután 3 óra körül a férfi a Balassa Bálint és a Búzavirág utca kereszteződésében a felvételen látható öltözetben várakozott. Kérik, aki akkor arra járt, jelentkezzen a rendőrségen. Több a hajléktalan a városban és gyakori a rendbontás, ezzel pedig az önkormányzatnak is foglalkoznia kell, mondta Ács Rezső Szekszárd polgármestere. A helyzet rendezésére egy munkacsoportot hoztak létre a Városházán, Gyurkovics János alpolgármester vezetésével. A rendőrökből, közterületfelügyelőkből, szociális szakemberekből álló gárda feladata az, hogy a jogszabályok adta lehetőségeket figyelembe véve megoldást találjon a helyieket leginkább foglalkoztató problémára. A kollégáimmal igyekszünk minden esetben úgy szervezni a napi szolgáltellátást, hogy ezeket a területeket több alkalommal is felkeressük. Intézkedések is történtek, több esetben felszólították ezeket a személyeket, hogy tegyenek rendet a környéken, amit meg is valósítottak, tehát rendet tettek magunk körül. Ezt mondta néhány nappal ezelőtt a szekszárdi közterületfelügyelők csoportvezetője. Domokos Márton kifejtette, Szekszárd frekventált helyein, a Garai téren, a 160 lakásos társasház előtt, valamint az Arany János utcában rendszeresen találkoznak ittasan ordítozó, veszekedő vagy szemetelő hajléktalanokkal. Viselkedésük sokszor a járókelőkben is megbotránkozást vagy épp félelmet kelt. Ha rajta kapják őket azon, hogy szabálysértést követnek el, velük szemben eljárást kezdeményezhetnek. Meg is büntethetik, de nem jellemző, inkább felszólítják őket, hogy rakjanak rendet maguk után. Ha pedig rongálnak, verekednek, akkor a rendőrség kezdeményezhet büntető eljárást velük szemben. Több a hajléktalan a városban, és ezzel már az önkormányzatnak is foglalkoznia kell, mondta Ács Rezső Szekszárd polgármestere. A helyzet rendezésére egy munkacsoportot hoztak létre a Városházán Gyurkovics János alpolgármester vezetésével. A csoport a rendőrség, a közterületfelügyelet, valamint a szociális területen tevékenykedő szakemberekből áll. Ez a feladata, hogy erre a kérésre valamilyen megoldást találjon. Nincs erre forgatókönyv előre, hogy mi lenne jó megoldás, ezért ennek a csoportnak kell kitalálni. Remélem, meg fogják találni a megoldást. Úgy néz ki, hogy igen. És akkor talán visszatért az élet a régi kerékvágásba ebből a szempontból is, hogy nem fogják végzelni többet a hajléktalanok, a szexuáliakat. Ács Rezső azt mondta, minden megoldást jóvá hagy, amit a jogszabályok engednek, csak rend legyen ismét a Tolnai megye székhelyen. A büntetések végrehajtását is érinti a koronavírus járvány. A közérdekű munkára ítélt bűnelkövetőknek az egészségügyi veszélyhelyzet miatt nem most kell letölteniük a rájuk kiszabott büntetést, ezt határozottan időre felfüggesztették. Pécset a történelmi belváros gyomnövényeinek eltávolításában, a közterületek rendben tartásában vettek részt ezek az elítéltek. Most csak egy részük végezhet így munkát a szabályozás miatt.
Csak ez az egy férfi írtja azt a pécsi Széchenyi tér kövei közötti résekből pénteken. Arcát nem mutathatjuk, ugyanis közérdekű munkát végez, amire hivatalosan kötelezték. A koronavírus járvány erre a büntetési formára is hatott, ezért nincsenek többen most. A pártfogó felügyelői szolgálat tájékoztatott pár héttel ezelőtt a kialakult vírushelyzettel kapcsolatban, hogy a bűncselekményt elkövetőket felfüggesztették, mármint a büntetés végrehajtást határozatlan időre. Hát reméljük, hogy ez a helyzet most már hamarosan megoldódik, mert most így lényegesen csökkent a létszám. Ezen kívül nem csak őket foglalkoztatjuk, hanem a szabálysértéseket is, akik a munkahelyi központ által kerülnek hozzánk, ők hál' Istennek tudnak még dolgozni. Így a büntetések letöltése csúszik a járvány miatt. Nem lehet már közérdekű munkát végezniük az elítélteknek, mint márciusban. Aki akart, saját felelősségére tölthette a büntetését, de egy pár hét elteltével megjött a hivatalos állásfoglalás, és ennek értelmében egyáltalán nem tölthetik a büntetésüket, tehát jelenleg fel van függesztve, ahogy mondtam, határozatlan időre. Mindenkit értesíteni fognak levélben az igazságügyi szolgálat, hogyha újra elkezdődhet a munkavégzés. Az egyesület szerződést kötött Pécs városüzemeltetési cégével. Ebben azt vállalták, hogy a közérdekű munkára ítéltekkel a történelmi belvárost gondozzák, eltüntetik a gyomnövényeket a közterületekről, graffitiket mostnak lefestenek. Erre általában mintegy 3-400 elítélt közül választottak ki embereket, még a járvány előtt. Közel 3,6 milliárd forintos pályázati pénz érkezik Somogyba a településfejlesztési operatív program keretében. Nyím község például 165 millió forintot nyert csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére. Ezzel megszűnhet a nagyobb esőzések által okozott fenyegetettség a településen. Ugye nálunk meg a szomszédnál ilyen partoldal volt már. Most már azt is le vannak szántva, ugye folyamatosan történik, csúszik a hegy oldal, de lászóval lefele. Azzal meg nem tud senki semmit csinálni. Ez az egyik oka annak, hogy Nyimben úgy döntött a település vezetés, pályázni fognak a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére. Emellett a község elhelyezkedése miatt is szükségszerű lenne a fejlesztés, hiszen egy völgyben fekszik, és így minden víz lezúdul a településre. Többször Viszmajort kellett benyújtatnunk ahhoz, hogy ezeket rendezni tudjuk. És tehát tényleg a lakosság szempontjából voltak olyan házak, amiben betört a víz és az iszap, és lapátolni kellett ki az iszapot onnan, úgyhogy nagyon égető volt. Persze az összes problémát nem lehet az összegből megoldani, mondja a polgármester. A most elnyert 165 millió forint azonban elegendő arra, hogy a leginkább veszélyeztetett területeken kiépítsék a csapadékvíz elvezetést. Állandóan a kertolját elviszi, Ugyanúgy, ahogy van, visz mindent. Abban nem tudunk semmit se kezdeni. Paskáik évente többször is menekítik ingóságaikat, ha jön a víz. Az a baj, hát ugye két-három szomszéd a főjebb, meg lejjebb is, ugye elég nagy gondok vannak, amikor nagyon nagy eső van. Akkor visz minden. Szabályosan áll az udvarunkba a víz. Kutyát, jószágot, mindent menteni kell szinte, mert 15-20 centi víz folyik át az udvaron. És ugye ez a lefele érintő házakat is ugyanúgy mossa folyamatosan. Akármilyen alap van, tégla, ház, beton, teljesen mindegy, visz mindent. A több mint 165 milliós beruházás a tervek szerint idén ősszel kezdődhet majd meg, és a tervek szerint 2021 év végére legkésőbb el is készül. Újabb rekonstrukción esett át a Bonyhádiak kedvelt kirándulóhelye, a Várraljai tábor. Hat ház korszerűsítését végezte el a fenntartó Bonyhádi önkormányzat. A tervek szerint a vírusjárvány ellenére teljes szezont bonyolítanak majd a parkerdőben. Még kap egy szekrényt minden szoba, és akkor jöhetnek a gyerekek. A megújult hat ház egyikét mutatja Filóni Ferenci Bolya Bonyhád polgármestere. A város évek óta jelentős forrásokat fordít a tábor korszerűsítésére. Ezúttal a 4 évtizedes adóságot törlesztve a házakat korszerűsítették. 2 évvel ezelőtt 331 millió forintból újultak meg a közönségi terek, most a szálláshelyekre kerülhetett a sor. Örömmel számolhatok be arról, hogy 6 háznak a felújítása történik most a napokban, már csak az utolsó simítások vannak hátra, és néhány héten belül nagyon bízom benne, hogy a gyerekek birtokba is vehetik. A vírusjárvány ellenére a fenntartó Bonyhádi Sportcentrum teljes szezonra készül, ami 60 gyerek üdültetését jelenti. Emellett a kulcsos házakba várják a turistákat. Bízunk abban, hogy a járványhelyzet ellenére továbbra is olyan nyarat tudunk produkálni üdültetés szempontjából, mint a tavalyi volt.
A mostani felújítás is arra szolgál, hogy tovább tudjuk növelni a szolgáltatásaink minőségét. A tervek szerint a jövőben téliesítenék a házakat, így nyújtva a turista forgalomra jutó időt, és növelve a vendégészakák számát. 734 millió forintot nyert a Somogy megyei Kereki a Fehérkő vára kulturális és történelmi örökségének hasznosítására. Ebből az összegből egy látogatóközpontot és egy szabadtéri színteret is kialakítanak, de több programot is szerveznek a Hősök parkjában. A település a turizmus fellendülését várja a fejlesztéstől, amely 2022-re fejeződik be. Ezt a Kereki szívében található több hektáros területet szeretnék hasznosítani a közeljövőben. Eddig is tartottak itt programokat, rendszerint táboroztatások alkalmával. A fákkal övezett részen hamarosan azonban nagy beruházás kezdődik, mondta Csicsai László, a település polgármestere. Hősök parkjában, tehát a várhoz történő kiinduló pontnál jön létre egy látogatóközpont, vármúzeummal, egy szabadtéri szintér, ahol esetlegesen, illetve rendezvényeket lehet tartani, várjátékokat, mi egymást. Ezen kívül igyekszünk a lehető legtöbb tartalommal ezt az egészet majd betölteni, tehát szabaduló szobától elkezdve, hogy interaktívabb legyen. A Fehérkő várát folyamatosan restaurálják, a romokat évente több ezren látogatják, ezért is szeretnének még több a történelemhez kapcsolódó fejlesztést a településen. A 734 millió forintos topos fejlesztést várhatóan 2022-re fejezik be. Csicsai László azt reméli, a környező települések is profitálnak majd a beruházásból. Úgy szeretném, mint Somogyvárt, hogy egész évben nyitva tartsunk, és bárki akár novemberben vagy januárban jön le a Balatonhoz, akkor is látnivalóval tudjunk neki szolgálni. Ez pedig nem csak a mi, hanem az egész környéknek és az egész Dél-Balatonnak az érdeke. Kereki kerékpárút fejlesztése is nyert pénzt. Ez a beruházás jelenleg közbeszerzés alatt van. Ha elkészül a bicikli út, akár Veszprémből is megközelíthető lesz két keréken a somogyi település. Florence Nightingale a modern nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítója. Születésnapján a Szekszárdi Balassa János kórházban ünnepelték az ápolók napját. Németh Csaba főigazgató azt mondta, a jelenlegi vírushelyzetben fokozott szükség van az ápolók szolgálatkész munkájára. A sikertitka abban rejlik, hogy soha nem adtam fel semmit, és nem kerestem kifogásokat. Florence Nightingale gondolatai ezek, aki a modern ápolás ügy megteremtője, és akinek születésnapját minden esztendőben megünneplik a Szekszárdi Balassa János kórházban. Az idei esztendő az ápolás ügy számára is jelentős kihívásokat hozott, mondta Németh Csaba főigazgató. Mindenki által ismert járványügyi helyzet más körülményeket teremt. Fokozott kihívás, vagy nagy kihívás ez az egészségügynek, kórháznak, amit azt gondolom, hogy eddig nagyon jól sikerült teljesíteni. Az ápolók napján minden esztendőben elismeréseket oszt ki a kórház a szakdolgozók között. Az év szakdolgozójának Mozolai Márta szociális munkást választották. Ha a kollégákat nézzük, akkor a kinti kollégákat, akkor nem mindenhol van még meg az a fajta megbecsülés, ami úgy gondolom, hogy ennek a szakmának megjár. Az ápolók napján hagyományosan tiszteletbeni taggal avatják a kórház egy munkatársát. Ebben az esztendőben Sarkadi Szabolcs gyógyszerészt fogadta sodaiba az ápolók közössége. Nyilvános egyeztetést tartott Ács Rezső, a Tornai megyeszékhely polgármestere, az Éjjel-Szekszárd frakció elnökével, Bomba Gáborral, és Zaják Ritával, az Éjjel-Szekszárd önkormányzati képviselőjével, a Szabó Dezső utcai orvosi rendelővel kapcsolatban. Az Éjjel-Szekszárd tagjai szerint vagy új helyszínt kellene keresni, vagy megállapodni a tiltakozó lakóközösséggel, és kártérítést fizetni nekik. Ács Rezső viszont azt mondja, a rendelő mostani helyére korábban az Éjjel-Szekszárd tagjai is rábólintottak. Ráadásul, ha most kezdenének el új helyszínt keresni, akkor előfordulhat, hogy a város elbukja a részben uniós pénzt, ami az építkezésre fordítható. Április 30-a óta nem dolgoznak a munkások a Szekszárdi Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építésén. Ács Rezső, a város polgármestere akkor állította le ideiglenesen a beruházást, mert a környéken lakók közül néhányan tiltakoztak. Azt mondták, a beruházás felszámolná a házuk előtti zöld területet. Erről egyeztetett csütörtökön Ács Rezső az Éjjel-Szekszárd frakció tagjaival.
Zaják Rita, az éjjel szexárd képviselője szerint két másik lehetséges helyszínt is érdemes lenne megvizsgálni. Ezek közül az egyik a Május 1 utca végén található. Itt viszont nem biztos, hogy elfér a mostani tervek alapján épülő rendelő. Zaják Rita szerint az Aliszka és az Allende utcák közötti füves területen is helyet kaphatna az épület. Ott viszont nincs megfelelő út, ezért az ottani építkezés még legalább 30 millió forinttal drágább lenne. Nem mondom, hogy bármelyik jó megoldás lenne, hiszen 16-ban én voltam az, aki azt mondtam, hogy ne legyen zöldmezős beruházás a rendelő kapcsán. Akkor is azt javasoltam, hogy nézzünk olyan épületet, amit átépítve, felújítva, a zöld területeket békén hagyva tud megvalósulni a rendelő. Erre viszont most nincs lehetőség, mert a rendelő 80 millió forintos építési költsége részben uniós forrásból valósulna meg. A pályázati kiírás szerint pedig a teljes ár maximum 2%-a fordítható ingatlan vételre. Ács Rezső szekszárd polgármestere szerint, ha most kezdenek el új helyszínt keresni, könnyen előfordulhat, hogy az önkormányzat elbukja a pénzt, mivel az éjjel szekszárd képviselői által kinézett helyszíneket kezdésként először építési területté kell nyilvánítani, majd ezután az egész engedélyeztetést előről kezdeni, ami akár évekig is tarthat. Ács Rezső azt mondja, az, hogy a Szabó Dezső és a Béri Balog utcák találkozásánál épüljön a rendelő, idén februárban a kizárólag az éjjelszexárd képviselőiből álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai is megszavazták. Annak tudatában, hogy ez melyik helyszínen pontosan hol fog megvalósulni, döntött úgy, hogy a projektet elengedi, a pénzt hozzá biztosítja, ott még lett volna a lehetőség azt mondani, hogy köszönjük szépen, de nem így szeretnénk, és akkor lehetjük az egész folyamatot. De nem így történt, hanem a pénzt adta hozzá, a projektet elengedte, engem pedig kötelezett a szerződés aláírására. Bomba Gábor, az éjjelszekszárd frakció és az önkormányzat gazdasági és városfejlesztési bizottságának elnöke szerint az új terület kiválasztása mellett az is megoldás lehetne, ha az önkormányzat megállapodna a tervezett rendelő melletti 30 lakásos panelház lakóival, ez viszont valószínűleg újabb költségeket jelentene a városnak. Megállapodni a lakókkal természetesen, vagy abban, hogy legyen ott a rendelő, vagy mivel őtőlük elvesz ez a dolog valamit, úgy érzik, hogy elvesz valamit, akkor valamilyen megállapodás szülessen, hogy őket valamilyen szinten kárpótolni azzal, ami elveszett. Ács Rezső azt mondja, korábban a környéken lakók többsége aláírásával is támogatta az orvosi rendelő építését, ami illeszkedik abba a 2015-ben indított önkormányzati programba, aminek részeként az alapegészségügyi ellátást fejlesztik Szekszárdon, orvosi rendelők felújításával, az ügyeleti központ és a Szabó Dezső utcai új rendelő kialakításával. Persze most volt közben egy választás. Az előző városvezetés úgy gondolkodott, ahogy ennek mentén hozta meg a döntéseit, most azóta egy más helyzet van, másképp gondolkodik a jelenlegi többség, ezt tudomásul kell venni, de alapvetően én azt gondolom, hogy a célunk ugyanaz kell, hogy legyen, hogy ezen az úton, amit elkezdtünk 2015-ben, 5 évvel ezelőtt, hogy az alapegészségügyi ellátás rendelőit felújítsuk, újakat építsünk, bővítsük, jobb felszereléssel lássuk el, ezt folytatni kell. Az egyeztetés végén a város polgármestere és az éjjelszekszárd frakció elnöke abban állapodtak meg, hogy az orvosi rendelő építése egyelőre nem folytatódik. Az önkormányzat most megvizsgálja a szóba került másik két helyszín alkalmasságát, és egyeztetést kezdeményez a tiltakozó lakókkal. Hogy ez pontosan mekkora többletköltséget okoz majd, és hogy az uniós támogatást nem kell majd visszafizetni a városnak a csúszás miatt, még nem lehet tudni. Egyre többen kérnek védőoltást a kullancsok által terjesztett betegségek ellen, ezt tapasztalják a gyermekorvosok. A vérszívók, amikből jóval több van, mint 10 éve, nem csak az emberre, hanem a háziállatokra is veszélyesek, az enyhe tél pedig kedvezett az elszaporodásuknak. Szokatlanul enyhe telünk volt, ami nem csak a rágcsálók kártevők, hanem a kullancsok elszaporodásához is vezetett. A szakemberek azt mondják, a vérszívókból több van, mint egy évtizede. Ráadásul már nem csak erdőn, mezőn kell rájuk számítani, hanem a kiskertekben, parkokban is. Bincsó Évához, szekszeli gyermekorvoshoz is rendszeresen fordulnak tanácsért szülők a kullancsok miatt. Minden második kullancs hordozhat az ember számára veszélyes kórokozót, legismertebb megbetegedés a Lyme-kor és a vírusos agyvelőgyulladás. Ez utóbbi ellen oltással is védekezhetünk. Fontosnak tartom, hogy ezt megkapják akár a gyerekek, akár a felnőttek. Általában úgy van, hogy van egy alapoltás, ami 3 részből áll. Megkapja 0 időpontba, 1 hónap múlva és 1 év múlva. Persze van ennek egy gyorsított változata is, de ezt nem nagyon javasoljuk, mert azért kell egy idő, mire az ellenanyagok képződnek a vérben, és akkor utána 3, majd 5 évente kell újraoltani. Tehát ezt folyamatosan frissíteni kell a szervezetet.
Ám a kullancs több mint 10 betegséget terjeszt, és ellenük nem véd ez a védőoltás, jelentette ki Kapiller Zoltán állatorvos, a Magyar Kullancs Szövetség elnöke, aki azt is elmondta, miként lehet a kutyákat, macskákat megvédeni a kullancsok okozta megbetegedések ellen. Ugyanez az igazság a kutyákra nézve is, ott nem a kullancsenkefalitis okoz óriási problémát, hanem a Lyme-kór. A kutyák esetében van Lyme-kór ellen védőoltás, azt tanácsos a négylábú szeretőknek beadatni. A szakember azt tanácsolja, túra vagy épp kertészkedés előtt érdemes lekezelni magunkat és állatainkat kullancsriasztó készítménnyel. A kirándulás során a vad etetőket, vad itatókat kerülni kell, mert ott fokozott a kullancsveszély. Egy-másfél óránként kell átvizsgálni magunkat, hogy van-e kullancs csípésünk. Ha találunk magunkban, a patikákban kapható kullancs eltávolító kanállal érdemes azt eltávolítani. Legényes otthon és karantén karikázó. Online őrzik a néphagyományokat a Somogy Tánc Együttes tagjai, akik a koronavírus járvány miatt március közepe óta nem tudnak személyesen találkozni és próbálni. Az internetnek köszönhetően azonban rendszeresen jelentkeznek kreatív videókkal. Karantén karikázót készítettek a közelmúltban a Somogy Tánc Együttes lány tagjai. Ezt az interneten is megosztották, megmutatva, hogy a koronavírus járvány idején is kreatívak. Mindenkinek otthon kellett bekapcsolódni, és nagyon ügyesen oldották meg ezt a kis filmet Kok Máté táncos társunknak a segítségével, mert hiszen meg tudták azt csinálni, hogy egymás kezébe adták át az üveget, tehát tényleg olyan volt, mintha egymás mellett lettek volna. Nagyon örülök neki, hogy járnak a gondolataik, és megpróbálnak a hagyományhoz kötődő olyan foglalkozások, vagy olyan programokat, vagy olyan újszerű kezdeményezéseket csinálni, ami esetleg felkeltheti mások érdeklődését is. A Somogy Tánc Együttes tagjai március közepe óta nem találkoztak, és nem próbáltak személyesen, de az interneten tartják a kapcsolatot, mesélte Csikvár Gábor. A járvány kezdete óta már több videóval is jelentkezett a Somogy Tánc Együttes, amely a mostani Közösségek Hete online programjához is csatlakozott. Felkért bennünket az Együd Árpád Kulturális Központnak a vezetősége, hogy készítsünk például erre hétre Somogy Tánc Együttes történetéből egy anyagot, ami azt jelenti, 70 évet ünnepeltünk, 70 éves fennállást tavaly évben. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezt a 70 év történetét szeretnénk feldolgozni, úgyhogy minden este feltöltünk egy kis videóanyagot, amiben szöveges tájékoztatás, archív fotók jelennek meg azokból a korokból, természetesen ezeknek is van zenei aláfestés, ezek ilyen 3 perces kis snittek, de úgy veszem észre, hogy talán ez is felkelti az érdeklődését az embereknek, hát ilyen formán tudunk valahogy megmutatkozni. Elindult a kaposvág, utána ment ott a szár, nézi azt a kazimány, jövi azt a kis gyalán, ebben fiatott szabad ég, komája lett nagy beki, válva asszony, attalan mosogatója csoma. A hagyományőrzés szeretete hozta létre 1949-ben a Somogy megyei népi együttest, amelynek létszáma pár év alatt 68 főre nőtt. Hajdanán még énekkar és cigányzenekar is tartozott a csoporthoz, idézik a múltat a kis videókban. A Somogy Tánc Együttes jelenlegi tagjai pedig már a jövőbe tekintenek. Július végéig mondták vissza fellépéseiket, de bíznak benne, hogyha a járványügyi helyzet engedi, akkor augusztusban már újra színpadra állhatnak. A vírusveszély elhárítására vonatkozó utasítások betartása mellett nyílik majd meg a strand június közepén a Tolna megyei Szálkán. Pálffy János polgármester azt mondja, remélhetőleg nem lesz kevesebb látogató a tóparton, mint az előző években. A környezet rendbetétele folyik már a Szálkai tópartján. Már hivatalosan a szokások szerint az iskolaév bezárását követően június 15-én nyit majd a strand, azért van, aki már birtokba vette a partot. Pálffy János polgármester azt mondta, szigorú szabályoknak kell majd megfelelniük. Az emberek tudni fogják, és mi is fogjuk tájékoztatni az embereket arról, hogy milyen szabályokat kell betartani, és természetesen figyelni fogjuk, hogy ezeket a szabályokat betartják-e. Ha betartják, akkor strandolásnak tulajdonképpen semmiféle akadálya
nincsen. A víz minőségét folyamatosan ellenőrzik, a mosdókban, a sport és egészségügyi részleteken folyamatosan fertőtlenítenek majd, mondja Pátfi János. Jóval több többletfeladatot fog ez ránk rólni, de nyilvánvaló a látogatók érdekében ezt meg fogjuk tenni. Véleménye szerint nem lesz kevesebb látogató a megszokottnál. Reményei szerint az emberek vigyáznak majd a szabályok betartására, és így nem lesz fennakadás a működésben. Olyan sokáig voltak bezárva az emberek, hogy nagyon vágynak a természetre és egymás társaságára, mondta Szálka polgármestere. Surányi László marad a Kaposvári Vízilabdaklub vezetőedzője. A mester továbbra is élvezi a szakvezetés bizalmát, így a következő szezonban is ő irányíthatja majd a pólósokat. Bár az igazolások még csak most kezdődnek, annyi már biztos, hogy a következő idényben megfiatalított gárdával dolgozik az edző. Hosszabb távra érkezett a megye székhelyre az egykori játékosként is a Kaposvárt erősítő Surányi László. Bár a szezon befejezetlen maradt, és nem mindig az elképzelések szerint alakultak a mérkőzések, az edző továbbra is élvezi a klub bizalmát. A csapatban azonban a tervek szerint nem csak az edző lesz fiatal. Évről évre fiatalodik a csapat, ami egy nagyon jó dolog, úgy gondolom. Fiatal érkezőink lesznek, az idősebb két úgymondván idősebb játékosunkkal még tárgyalásban vagyunk, ugye, hogy ők milyen szinten fogják tudni majd folytatni a játékot. Az biztos, hogy nagyon fiatal lenni fogunk. A Magyar Vízilabda Szövetség május 11-i döntésének értelmében a pólósok is lezárták az idei szezont és befejezték a bajnokságot. A mester csalódott, mert mint mondja, a hátra lévő néhány fordulóban olyan meccsek következtek volna, amelyek sikerélményt adhattak volna a csapatnak. Nem örülök neki, hogy így fejeztük be. Ugye nekünk most jöttek volna azok a mérkőzések, amik több sikert hozhattak volna. Az egész évben voltak jó pillanatok, voltak csalódások. Személy szerint úgy gondolom sokat tanultam belőle, bízom benne, hogy az elkövetkezőkben ezt majd azért tudom hasznosítani. Az edzések és az alapozás legkorábban júliusban kezdődhetnek majd. Ennyi volt mára a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!